Három napirendi pont sürgősége okán rendkívül ülést tartottak január 14-én a Városháza nagy termében. Elsőként az önkormányzatok újabb adósság átvállalásához szükséges feltételek és nyilatkozatok elfogadásáról tárgyaltak. Az ide vonatkozó törvény szerint a 2013. december 31-én fennálló adósság elemek és járulékok összegét 2014. február 28-áig az állam átvállalja. A képviselők valamennyien támogatták az adósság konszolidáció igénybevételéhez szükséges határozatot. A képviselőtestület úgy döntött, hogy Berettyóújfalu város önkormányzata a Kárpátok Eurorégió korlátolt felelősségű európai területi együttműködési csoportosulás alapító tagjaként belép a szervezetbe, a jövőbeni gazdasági és kulturális kapcsolatok és közös pályázati lehetőségekre készülve. A szervezet irányítója a közgyűlés, amely a tagok polgármestereiből áll. Ez a szervezet készít elő olyan uniós pályázatokat, amelyek során a résztvevő tag önkormányzatok együttműködhetnek közös fejlesztési pályázatok indításában, környezetvédelem, iparfejlesztés, kulturális értékek védelme témakörében. Az elmúlt év végén készült fotókon láthatta a képviselőtestület a Bélepát falvai ifjúsági tábor jelenlegi leromlott állapotát. A polgármester előterjesztéséből az is kiderült, hogy az EGRI járási hivatal jogerőre emelkedett határozata életveszélyessé nyilvánította az ingatlant és kötelezte a tulajdonos telebontásra. A SAS és társa 2002 Kft. Ismételten megkereste az önkormányzatot vételi ajánlatával a korábbi 2,5 milliós értékben. Muraközi István hozzátette, bár ez az ajánlat nem éri el az értékbecslő által megállapított árat, de a bontás előzetes költségei is elérhetik az 5-6 millió forintot. Úgy gondoltuk, hogy most a mai napon a testület elé hozzuk, hogy ezt a kérdést talán egyszer is mindenkorra végesíteni. Tehát azok a, hogy mondjam, vágyálmok, hogy itt valamilyen pályázat formában megvalósítsuk, ezek egyre inkább beszűkülnek. 90 nap már annyi sincs hogy az önkormányzatnak, hogy a bontási határozatnak eleget tegyen. Tehát most van egy 2,5 milliós bevétel, ezzel szemben áll 4-5-6 millió forintos kiadás. 12 év vagyok képviselő, 12 év óta minden nosztalgiát, ami belefér, mindent megtettünk. Én azt mondó vagyok, hogy most már nem szabad nosztalgiázni, ne járjunk rosszul, el kell passzolni. Ez az én véleményem. Farka Zoltán kérdésére, mely szerint korábban miért nem pályázott az önkormányzat a polgármester, azt mondta, korábban a Berettyó Bihar Vállalkozó Egyesület részére azzal a határozott szándékkal adta el a város a tábort, hogy pályázati forrásból újítsák fel, ez azonban több év munkájával sem sikerült. A hosszas tárgyalás során felmerült egy esetleges magasabb áron történő eladás, de a korábbi elutasítások okán ezt végül elvetették a képviselők. A felmerült érvek után 7 igen és 2 tartózkodás mellett az eladást támogatta a testület.